Üdvözlet minden résztvevőnek, és mindenkinek, akik majd egy felvételről fogják ezt megnézni, ezt az előadást. Hát ugye nem régiben kaptatok már egy ilyen linket, amit meg tudtatok nézni. Vajon miért került sor még egyszer, hogy ez ugyanabban a címmel, hogy újra a Family Search kutatásról, egy második rész. Hát ez egy olyan téma, amit nem lehet befejezni. Ez mindig van mondani való. Biztos, hogy még azok is fognak találkozni, akik nap mint nap használják esetleg, olyan, tehát azoknak is remélem fogunk tudni valami újdonságot mondani. De inkább a kezdőknek próbálunk ebben segíteni. Tulajdonképpen még valószínű, hogy ebben az előadással se fogjuk tudni kimeríteni. A mostani előadásban főleg az anyakönyvi kutatás lehetőségeiről lesz szó. Van a Family Search-nek van másik része is, ami tulajdonképpen például itt van lehetőség családfát építeni, és nagyon sok egyéb szolgáltatást is fog nyújtani. Erről most nem nagyon lesz szó. A legvégén egy egész kicsit könyvekről nagyon kicsit fogok beszélni. Előzetesen is talán annyit, hogy mi ez a Family Search? Hát ez egy olyan oldal, amit az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza, nem mondom, hogy milyen néven szokták őket emlegetni, nagyon nem kedvelik. Ez egy gúnynév tulajdonképpen, úgyhogy én nem is fogom kiejteni ezt a szót, hanem egy rövidítést fogok használni, mert azért nem fogom mindig végigmondani ezt, méghozzá a nevének a betűit, UNS-t fogok mondani. Tehát akkor beszélek erről az egyházról. Tehát ez ő általuk fenntartott családfakutató oldal. Ők egy keresztény felekezet, tehát nem valami más jellegű. Nagyon fontos jellemzőjük, hogy ők nem fogadnak el pénzt, tehát nem fogadnak el támogatást se, és hogy a munkájuk az önkéntes segítő alapon működik. Tehát ők nem fizetnek azért, hogyha valaki indexel például, a saját tagjaik pedig elkötelezettségből teszik, amit tesznek. Ugyanakkor van még egy nagyon fontos tulajdonságuk, hogy nagyon törvénytisztelőek. Amikor így gyűjtik az anyakönyveket, ugye akkor alkalmazkodni kell az illető államnak a saját előírásaihoz. Ez így történik, nagyon törvénytisztelőek. Itt Magyarországon ugye úgy abban maradtak, hogy az eredeti, ez a bizonyos 30-60-90 évet fogják ők figyelembe venni, ahogy az eredeti törvényben van. Az UNS miért is gyűjti? Hát az embernek felmerül ez a kérdés. Tehát az UNS vallási jogból gyűjti az adatokat az egész világon. Tehát ez egy világméretű dolog. Szerintük a családi kapcsolatok örökké tartanak. Tehát attól, hogy valaki meghal, attól nem veszik el a kapcsolat. A családjuk úgy érzik, hogy a családhoz azok is hozzátartoznak, akik már nem élnek. Szoros marad a kapcsolat az ősökkel is. Hittük szerint a ma élő embereknek az őseikig visszamenőleg kell gondoskodni az üdvösségről. Tehát ez egy kötelezettség. Ennek köszönhetjük, hogy egy ilyen hatalmas adatbázist létrehoztak, és ezért az ő szolgálatuknak az egyik legfontosabb része az, hogy családtörténeti feltárásokat végezzenek, genealógiai kutatómunkát. Nem csak anyakönyveket, most erről lesz szó elsősorban, nem csak anyakönyveket gyűjtenek, hanem más családtörténeti vagy családtörténeti írással összefüggő forrásokat is gyűjtenek. Ilyen például a választási névjegyzékek, a kivándoroltak listája, akkor például fönn van az ő oldalukon az Országos Széchenyi Könyvtárnak a gyászjelentés gyűjteménye is. Na most, hogyan történt ez Magyarországon?
Annak idején volt egy Borsa Iván nevű levéltáros, tisztelet és becsület, nagyon érdemes megjegyezni a nevét, mert nagyon sokat köszönhetünk neki mai napig is. Ő akkor a levéltárosok országos, levéltárak országos központjában dolgozott, és 1905 már akkor fölvetette, hogy állományvédelmi szempontból valahogy felvételezni kellene az anyakönyveket. Ugye, amelyeknek a másodpéldányait tudjuk, hogy a levéltárak őrzik. Amikor 57-ben áthelyezték a Magyarországos Levéltárba, majd MOL néven emlegettük annak idején, amíg ilyen néven futott, akkor ott ismét felvetette, és tulajdonképpen 56-ban a levéltár, a budai épületet, ahol voltunk, akik velünk együtt eljöttek, a levéltár látogatáson az találat érte, és bizony nagyon komoly károk keletkeztek, és ekkor még erősebben felmerült az állományvédelem gondolata. Aztán elhúzódtak az egyeztetések, mert gondoljuk bele, 57-ről beszélünk, hogy akkor milyen volt az állami berendezkedések, különböző engedélyeket kellett beszerezni, és nagyon sok kormányzat, de nem sok, de több kormányzati és más szerv vett részt az előkészítő munkába. Sikerült ez nagyon örökkel. Az akkori szocialista országok közül azt hiszem, hogy ebbe élen jártunk, én nem tudom pontos dátumokat, de tulajdonképpen maga a programot a MOL készítette, bonyolította le, és 1960-tól kezdődött, és 71-ig tartott ez a úgynevezett első rész. 5 millió felvétel készült ennek keretében, és ennek 80%-a anyakönyv volt. Na most érdemes egy kis kitérőt tenni, anyakönyvek. Ugye az állami anyakönyvezést 1895-ben október 1-én indult. Előtte a közhiteles nyilvántartást a felekezeti anyakönyvek jegyezték. Ez egy olyan dátum, amit mindenkinek, aki családkutatással foglalkozik, érdemes megjegyezni, és nem elfelejteni nap mint nap, hogyha ebben foglalkozik. És ezért nagyon fontos, hogy aki 19. századi ősei után kutat, hogy az tudja, hogy milyen felekezethez tartozott. Tehát az UNS egyház központja a Utah állami Salt Lake City-ben van, és ott van egy családtörténeti könyvtár, egy hatalmas nagy komplexum. Én már két ember beszámolóját is hallottam, aki ott járt személyesen, és hát mind a kettőnek fantasztikus élmény volt, hogy mi minden van ott. Itt Magyarországon is létesítettek egy központot először 1990-ben, Budapesten a Tihany téren, ez Zuglóban van, ott van egy ilyen központ. Én egyszer jártam ott, valaki megkért, hogy segítsek már neki kutatni, akkor életemben egyszer ott jártam ott. Ugyanolyan mikrofilmek voltak, mint aki följárt, volt, aki följárt, én tudom, a levéltárba Budapestre, és ott tekerte a film nézők. Aztán kialakultak más központok is, Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Debrecen. Itt ezekben a központokban előzetes megrendelés alapján lehetőség volt, hogy lekérjenek az USA-ból, kérjenek filmtekercseket. Ez a szolgáltatás ma már a digitalizáció miatt megszűnt, tehát nagyjából nincs. Ami itt maradt film, mert úgy tudom, hogy úgy készítették ezt, hogy akkor ott másolatot készítettek az eredeti filmről, és azt küldték el természetesen. És ami itt maradt, az még ezekben a központokban kutatható, de egyre kevesebb a jelentősége ennek. Tehát csak azok állnak ezekben a központokban rendelkezésre.
Tehát az első anyakönyvezési szakasz ugye 71-ben lezárult. Egy példányt az ONS elvitt magával, és ez lett tulajdonképpen a Family Search adatbázis kiinduló forrása. A többi az itt maradt Magyarországon, készítettek másolatokat is róla. Volt olyan, hogy úgy tudom, hogy például a debreceni református egyház is kapott belőle valamennyit. Szóval többfelé találhatók az eredeti mikrofilmekből másolatok. És ők bocsátották rendelkezésre a felvételezőt, a hívót. Úgy tudom, hogy egy mikrofilm olvasót, mint példányt ide adtak, aztán utána abból készült a többi, és a nyers filmeket is ők biztosították. Na most lett egy következő szakasz, mert ugye jött az állami anyag, ez a felekezeti anyakönyvekre vonatkozott. A megyei levéltárakban őrzött állami anyakönyvi másolatok mikrofilmezése, tulajdonképpen ez egy úgy második szakasz. Erről kevesebbet lehet tudni. Valamikor a rendszerváltás környékén folyt ez a munka, már nem központi irányítás mellett, tehát nem a MOL végezte ennek a szervezését. Én úgy hallottam olyantól, aki erről tudomása van, hogy 6 helyszínen vették föl, eltérő időben, és hosszúságban, tehát maga az intervallum, ameddig elkészítették a felvételeket, a saját megyei anyagukat, és egy esetleg más szomszédos megyét. Ebből kimaradt a Pest megyei levéltár. Hát itt ez elég, akinek ott kell kutatni, és úgy tudom, hogy vannak, akiknek ott kell kutatni, ez elég nagy gondot jelent, ugyanis ott nem készültek az állami anyakönyvekről mikrofilmfelvételek. Akinek katolikus ősei vannak, az a Váci püspökség területéhez tartozó települések katolikus anyakönyveit elkutatás keretében hozzáférhetnek. Hát ez egy fizetős oldal, negyedévre 5000 forint. Hát akkor fogjunk vele a fő témánkba. Ugye beírjuk, hogy familysearch.org. Ez jelenik meg a képernyőn. És hát itt tájékozódhatunk rajta. Egy a lényeg, hogy mind beregisztrálni kell, vagyis egy fiókot kell nyitni. Itt ingyenes a kutatás, ez az egy feltétele van, hogy regisztrálni kell, fiókot kell nyitni. Ugye beütöttük ezt a familysearch.org-ot, ma már magyar fordítás is rendelkezésre áll, hát időnként vannak furcsa dolgok benne, szerintem aki kutat előbb-utóbb megszokja, az egyik, amin én úgy meglepődtem, amikor először magyarul kezdtem el kutatni, hogy a keresett családtag, vagy pedig a családfő, vagy ilyen felirat helyett az volt odaírva, hogy igazgató. Hát ezen az ember elmosolyodik, aztán lapoz tovább, mert rájön, hogy nem az apa funkcióban van ott, hanem éppen ő az, akit keresünk személyt. Tehát igen, regisztrálás után lehet ingyen kutatni. Én még, amikor először kutattam, akkor angolul volt meg németül. Valamiért ugyan jobban német, de mindegy, angolul kutattam. Nagyon gyorsan kiismerte magát akkor is az ember, hogy mit lehet vele tenni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ugye beírjuk a nevet. Ez az egész Family Search-re jellemző, hogy mindig először az utónevet, keresztnevet kell előre írni, akárhogy van lefordítva, ez mindig nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és utána pedig a családnevet. Tehát a következő rubrika az a családnév. Itt különböző dolgokat kérdeznek tőlünk, tudunk rá válaszolni, és ezek után, hogyha már egyszer regisztráltunk, akkor
akkor ezen túl, amikor kinyitjuk, akkor a bejelentkezést kell már csak bekattintani, tehát oda kell kattintani itt jobbkész felől, és van egy olyan lehetőség, hogy 2 hétig maradjon bejelentkezve. Én megvallom őszintén, ritkán szoktam kutatni, de akkor azt ott bepipásítom, és akkor sokkal gyorsabban mennek a dolgok. Ugye két oldalról lehet elindulni a kutatásba. Tehát most mondom változatlanul, az anyakönyvi kutatásról beszélek. Az egyik, hogy a rekordokat kinyitjuk, a másik pedig a kataloguson keresztül. Ugye a rekordokon keresztül megjelenik egy ilyen oldal, aminek nagyjából ugye 2 része van. Ugye az egyik részén van egy térkép, a másik részen pedig egy ilyen adatlap, amit ki kell tölteni. Megint csak mondom, keresztnévvel kezdünk, családnévvel folytatunk. Itt van mellette egy kis négyzet. Ha abba betesszük a pipát, akkor csak betűhíven azt fogja keresni. Én ezt nem ajánlom senkinek a figyelmébe, hogy ezt használja. Én megvallom őszintén, legfőjebb csak a helynél, tehát a születési helynél szoktam, hogyha például egy olyan családnevet keresek, hogy Vargákat adja ki nekem 1870-től 90-ig, akkor beírom, hogy Mezőtúr, mert nagyon sok Varga van, még Mezőtúron is, de akkor kipipálom, hogy csak a Mezőtúri érdekel, mert tudom, hogy az én Varga őseim mindegyike abban az időben ott volt Mezőtúron, tehát nem kell, hogy másonnan is összehozna, mert nehézkes. És amikor már beírtunk, akkor az aljára ide lemegyünk, és itt van a keresés. Ha majd változtatunk ezen az egészen, tehát majd szűkítünk, erről is lesz szó, akkor pedig mi is szokott megjelenni. Mindegy, majd eszembe fog jutni. Egy másik, nem a keresés, hanem a keresés helyett egy másik kifejezés szokott megjelenni akkor, de ugyanoda kell. Annak idején, tessék, frissítés, köszönöm szépen, frissítés, igen, ez fog megjelenni. Tehát nem a keresés, akkor a keresés helyett frissítés. Annak idején, körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor először kinyitottam ezt az oldalt, nagy ilyetten, akkor beírtam a családnevekhez, hogy Schnierer, SCH-val, IE-vel, mondom, ez egy olyan különleges név, ezt nyugodtan be lehet, mert a Vargát azt rögtön tudtam, hogy azt nem szabad beírni. Hát képzeljétek el, hogy 1600 találatot adott akkor is, és most a kíváncsiságból megint beírtam a Schnierert, most 220 ezer fölötti találatot adott. Ez mutatja, hogy 10 év alatt mit fejlődött ez az adatbázis. Tehát ez a rendszer valami fantasztikus, hogy mit bővült. Tehát akkor ezek után érdemes szűkíteni. Lehetőség van a szűkítésre. Ugye itt a születés van bejelölve, de hogyha tudok valamit a házasságról, tehát valahogy máshonnan kezdem közelíteni a dolgot. Azt még nem mondtam, hogy többségében a születési anyakönyvek vannak indexelve. Tehát az, hogy névre kereshetően rögtön kiadja a találatokat, általában nem egyet, de az általában a születési. Állandóan változik és állandóan bővül, azért nem mondom kizárólagosan. Na most akkor én fogtam magam, és beírtam, hogy Tamás Schnierer, és beírtam egy, tehát szűkítettem a lehetőséget az évszak, vagy egy év intervallum. Így is 21 találatot adott ki. Hát nézzünk körül, hogy is néz ki. Tehát 1870 és 1890 között írtam be, és beírtam, hogy hol született az illető. Hát Handlován született. Na hát itt ugye a legfelső sorban rögtön felírja, hogy mi
ez a keresési eredmény, ez miből adódott, tehát itt van, hogy Tamás Schnierer, Handlova, és az időszakot is kiadja. Itt alatta lévő sorban az van, hogy egy-egy ilyen képernyőn hány találatot, ezt be lehet állítani 20-ra, 50-re vagy 100-ra. Aki FS Toolsot használt, az, annak általában érdemes volt a 100-at bejelölni, mert ugye egy az egybe le tudta menteni. Hát ez most már sajnos nem működik, úgyhogy én a 20-as szoktam betenni. Nézzük még egy kicsit itt körül. Ugye itt van a név, a szlovák anyakönyvekben van, ugye, ahogy mikor született, ez a születési időszak, ez pont az én nagyapám, és ugye hol, az apja, az anyja, sajnos ugye ezekben a nagyon sok katolikus anyakönyvben úgy van beírva, hogy János Schnierer és Veronika Schnierer, tehát nem az anyának nincs a leánykori neve beírva. Hát itt is így van. Hogy ne vigasztaljam azokat, akik ilyen katolikus anyakönyveket kutatnak, hogy a református anyakönyvekben nagyon sokáig az anyát egyáltalán be se írták. Mert hogy nyilván nem találták fontosnak. Na, gonosz vagyok. Igen. Na most, ugye itt a végén van ez a megtekintés. Azt mondja, hogy itt van egy ilyen adatlap, és ez azt jelenti, hogy ezek az anyakönyvek, amikbe találták ezeket a találatokat, ezek nincsenek indexelve. Na, menjünk tovább. Ugye háromféle jelölés szokott itt lenni. Ugye az első az a család. Van már egy családfa. Hát nekem ebben nincs ilyen szerencsém. De lehet, hogy valaki már kutatta azt a családot, és nem csak hogy kutatta, hanem itt rögzítette a Family Search-be a találatait. Én nem használtam ezt a funkciót még egyetlen egyszer se. Beszéltünk már róla, én ANEMBA programban szoktam rögzíteni az adatokat. Akik rögzítik, itt rögzítik, tulajdonképpen ezzel a Mormon Egyház adatbázisát is bővítik, tehát nagyon tisztességes dolog, ha már onnan szedjük az adatot, viszont hallani olyanokat, hogy ehhez hozzáférnek mások is, és bele tudnak javítani. Igen, hogy hát hol rontanak, hol nem, szóval ez nem egy jó dolog. Én nem ezért nem, hanem azt hiszem, hogy amikor elkezdtem kutatni, azt se tudtam, hogy ilyen is van ez a lehetőség. Ugye a következő az adatlap. Nézzünk egyet. Ez is menet közben megváltozott ennek is a tartalma. Hát itt a legfontosabb adatok ki vannak írva, hogy hívják, hogy milyen nemű, hogy a female az természetesen nő, mikor született, hol, hogy ki volt az apja, ki volt az anyja, hol található ez. Hogyha ugye itt oldalt be tudnám vinni a családfába, de hát nincs nekem ilyen, de hát nem viszem be. Itt van, balkész felől van egy kép, ha erre rákattintunk, akkor előkerül az anyakönyvi oldal. Másik lehetőség, hogyha itt a megjelenítésnél van egy kis fényképezőgép ikon, arra rákattintok, akkor megjelenik az anyakönyvi oldal. Nagyon ritkán előfordul, velem talán még egyszer fordult elő, hogy e fölött van egy kis kulcsocska. Az általában akkor fordul elő, ha nem vagyok bejelentkezve. Tehát elfelejtettem bejelentkezni. De akkor is előfordulhat, ha éppen valamilyen műveletet végeznek avval a mikrofilmmel. Tehát éppen indexelik, vagy valamit csinálnak. Esetleg adatvédelmi ok miatt le kellett, hogy vegyék azt a mikrofilmet. Akkor nem lehet megnyitni, ha ez fordul elő. De mondom, legtöbbször arról van szó, hogy csak elfelejtkeztem bejelentkezni. Vagy, hát én mondom, mert velem még csak egyszer fordult elő. Ugye, ha kinyitjuk ezt a mikrofilm oldalt, itt fantasztikusan sok
sok információ lesz. Ugye meg, természetesen megjelenik a mikrofilm oldalán. Nézzünk körül, ugye itt balkész felől a mikrofilm száma, én nekem szerintem, aki, ez annak idején még az FS-Tools időszakban ennek volt jelentősége, most számomra nincs különösebb. Esetleg, hogyha rögzítjük, akkor esetleg érdemes ezt beírni, én nem tudom, hogy ki hogy teszi. Ugye kiderül, hogy 784 filmkocka van ezen a mikrofilmen. Ugye itt van két nyíl, előre meg hátra lehet menni. Amit kinyitottunk, az éppen itt középen van, hogy a 204. filmkocka. Ha egy kicsit lejjebb megyünk, akkor itt van egy plusz jel. Az azt jelenti, hogy nagyítani lehet. Tekintve, hogy nem vagyunk most online kapcsolatban, szándékosan nem, mert abban majdnem mindig valami probléma adódik, azért én kimerevített képeken mutogatok, hogy azt is lehet, hogy rámegyek magára a képre, és a görgővel előre vagy hátra megyek, ugyanúgy lehet nagyítani. Ugye alatta van a kicsinyítés jel, tehát még mindig baloldalt vagyok. Ha több filmkockát akarok látni egybe, akkor alá megyek, és a legalsó jel az azt jelenti, hogy teljes méretbe kinyitja, tehát a teljes oldalt betöltően. Lejjebb van ez a kép alá és információ. Nagyon jó, mert itt tulajdonképpen, amit kerestem, az piros kékkel be van jelölve. Ugye itt minden információ le van írva újra, hogy a név, a keresztelés dátuma, nem, bocsánat, itt azt mondja, hogy ez azt van, hogy keresztelés, tehát maga, hogy keresztelés, a dátum, a hol, ez kétféle módon, mert hogy van, amikor filiát, tehát ahhoz az egyházhoz tartozó, de más település van beírva. Ugye a nem, ez ugye a férfi, a male, a female, a nő, ezeket a dolgokat nem fordítják le, de nagyon gyorsan megtanulható, aki nem tud angolul annak is. Ugye be van írva az apa neve, az anya neve, és tulajdonképpen ezek a legfontosabb információk. Itt jobbkéz felől van egy görgősáv, tehát itt ezek a kiindexelt dolgokat itt, ott is megnézhetjük, de tekintve, hogy mi ezt a Katona Erzsébetet kerestük, így most nem, nincs sok értelme. Tehát itt nagyon sok mindent meg lehet nézni. Ja, és még itt fönn, a nyomtatás. Hát én nem tudom, hogy túl sok értelme van kinyomtatni. Én inkább azt javaslom mindenkinek, hogy mentse el, hogy ezt a képkockát. Arra nagyon érdemes figyelni, hogyha többet fogunk elmenteni, hogy ezt pontosan írjuk rá, hogy micsoda, és rendszerezzük. Tehát olyan mappákba tegyük, hogy aztán később is megtalálható legyen. Aki itt épi családfát, az oda tudja csatolni. De az Anembad programhoz is lehet ilyen filmkockákat csatolni, úgyhogy megvan a lehetőség rá. A következő, tehát a letöltés, én azt ajánlom mindenkinek, és az pedig ilyen kontraszt, meg a következő az ilyen fényerőt lehet állítani, és kontraszt, tehát hogy a fekete-fehérből visszavált, és fehér-fekete, tehát fekete alapon fehér lesz, tehát aki ahogy szereti. Én ezt a fajtát szeretem általában. Nekem ez a jól olvasható. Ugye mondtuk az elején, hogy van egy térkép is, hogyha itt Európára rákattintok, akkor az olyan szép sárga színnel megjelenik, és kinyílik egy lista, itt megkeressük rajta a Magyarországot, rákattintunk, és akkor tulajdonképpen majdnem ugyanoda jutunk, mint hogyha a másik oldalnál kezdjük a keresést. Annyi a különbség, hát itt van egy statisztika, igen, ha valakit érdekel, ezt megnézi, ugyanazt, hogy az utónévvel kezdünk, a családnévvel, születési hely,
mely időszaktól mely időszakig keressük, a Magyarországot már eleve be is jelölte, és a keresést. Itt egy dolog van, ami pluszként jelentkezik, és ez pedig egy lista van itt alul, ahol megvan, hogy milyen rekordok vannak ebbe az adatban, Magyarországra vonatkozik. Itt van egy keresztelési 1700-tól akár 1895-ig. Én ebben még soha semmit nem találtam, nem tudom, nagyon kevés találat van ebbe, 13 ezer, az ilyen szempontból nagyon kevés. Mondom, én nem tudom, hogy ide mit vittek, de úgy tűnik, hogy valamiért ez egy külön dolog. Ha valaki tud róla valamit, majd mondja el, én nem tudok róla semmit ebből. Ugye a következő az a civil, tehát az állami anyakönyvek. Itt már 1 millió, majdnem 500 ezer, és nagyon fontos, hogy mikor frissítették utoljára, hát ezt szinte folyamatosan karbantartják, tehát legutoljára 2021. április 26-án. Lejjebb van az egyházi anyakönyvek, itt már 6 millió fölötti, hát ezt egy kicsit régebben frissítették. Katalógus. Ugye fönt, amikor a legelső dián volt, akkor fönt volt egy menüsor, ahol volt, hogy család, fák, katalógus. Oda rákattintunk, akkor ez jelenik meg. Itt most ugye beélesítve a hely van, de itt lehet családnevek, címek, szerző, témák és kulcsszavak szerint itt könyveket is lehet megtalálni, mikrofilmeket, kiadványokat. Nagyon érdekes, mert még a könyvtárak területére is át lehet ruccalni itt. Itt most a helyről van szó. Ugye én ezt a kulcsszavas keresést, ezt még megvallom őszintén, soha életemben nem kerestem. Próbaként most kifejezetten az előadás kedvéért beírtam egy Tímár Károlyt, és kiderült, hogy kétféle helyen is szerepel ez a Tímár Károly. Annyit még mielőtt erre tovább menjünk, hogy itt ugye többféle elérhetőség van. Én mindig a bármely hely, mert az, akkor oda mindent begyűjtenek, azt szoktam bejelölni, és akkor a frissítés vagy keresés. Ugye kiderül, hogy urbéri tabellákban is szerepel ő, és egy 1828-as vagyoni összeírásról. Na, én nekem ez a Tímár Károly senkim, úgyhogy nem mentem tovább. Visszamegyünk. Én mezőtúr kutatom, ha van időm kutatni. Akkor mezőtúr, beírom, hogy mezőtúr, és akkor rögtön lenyílik egy ablak, és kiadja a lehetőséget a teljes nevére. Ez különösen akkor nagyon érdekes, mezőtúrból csak egyetlen mezőtúr van, a régi vármegye rendszerbe betagozódva, mert az szerint vannak ezek a felvételek, és tehát könnyű, nem kell választani, de olyan helyeken, olyan települést, amelyikben több ugyanolyan nevű van ott, akkor nagyon megnézzük, hogy melyikre van nekünk szükségünk, tehát melyik vármegye szerint ti. Ugye mezőtúr az akkor is Jász Nagykun Szolnok megyéhez tartozik, itt megint meghagyom a bármelyt és a keresést. Rögtön kiadja a találati listát, ugye, hogy van az egyházi, ez a church, egyházi, azon belül háromféle van, a civil, azaz az állami anyakönyvek, a zsidó, és van egy katonai anyakönyvi része is. Na hát, ugye kinyitottam a church, tehát az egyházi anyakönyveket, itt kiderül, hogy vannak a református egyház, nagyon erősen református település különben, és a katolikus,
És van egy nagyon rövid időszak, tehát 2 évre van egy nazarénus egyház, ismertem is valakit, aki kifejezetten a nazarénus egyház, és itt lejjebb továbbra is itt vannak, amiket nem nyitottunk ki. Ha kinyitjuk az egyházit, én beütöttem a reformátusokat, akkor itt ugye be van írva, hogy milyen név alatt jelennek meg a mikrofilmek, ugye szép sorba kereszteltek, ugye itt látjuk, hogy a formátumnál ugye be van téve ez a nagyítójel, az azt jelenti, hogy az indexelve van. Láthatjuk, hogy itt Mezőtúron csak a keresztelési anyakönyvek vannak. A többi név pedig csak a fényképezőgép jel van. Ha lejjebb megyünk, akkor egy nagyon kellemes meglepetés él minket. Kereszteltek névmutatója. Ugyanis annak idején, amikor felvételezték ezt, akkor az egyházakból nagyon sok helyről beküdték ezeket a névmutatókat, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha ez megvan. Ami a levéltárba, például ugye a szolnoki levéltárba is, úgy tudom, hogy ezek az indexel kötetek, ezek nincsenek meg, ugye? De oda erre a felvételre felszállították Budapestre. Házasultak névmutatója, nagyon-nagyon könnyíti, különösen amikor kezdi az ember, egy-egy időszakotnak neki fog, akkor nagyon megkönnyíti a kutatást. Na, hát akkor beírtam a Varga Jánost, és beírtam egy időszakot. Ugye itt ugyanúgy megjelenik, mint az előbb, hogy pontosan leírja, hogy milyen, itt nagyon sok a találat különben, hogy milyen időszak, milyen név, stb. Itt is a 20-asra állítottam be. Hát kikeresem, ugye elkezdem lapozni, hogyha több lapból áll, és megtalálom, hogy ez az én Varga Jánosom, akit én keresek. Menjünk tovább. Ugye megint csak kinyitom az adatlapját, ugyanaz, mint az előzőekben, ugyanígy betehetnénk a családfákhoz, itt vannak a legfontosabb adatok, és rá lehet ide kattintani, megjelenik a. Na de mi nyissuk ki ismét az anyakönyvet. Ugye nem ismétlem el, hogy lehet nagyítani, stb. Nem érdekes. Itt is be van írva, tehát akit én kerestem, ez a Varga János, itt a találati listában alul szépen kékkel ki van emelve. Itt már látszik a görgetősáv is, tehát itt lehet lejjebb meg följebb menni. Egy nagyon érdekes dolgot fedeztem föl itt, hogy nagyon sok Varga János van Mezőtúron, valahogy még különösebben. És az az igazság, hogy megpróbáltam szűkíteni annak idején, na kezdem az elejéről. Tehát annak idején 1852-ben egy Varga János elvett egy katona Erzsébetet, akit az előbb megtaláltunk. Varga János, János fia. Jó. Hány éves? Azt nem lehetett tudni. Na hát próbáltam nézni, hogy hát olyan 21, 2, 3, 4, stb. Évek skorba házasodtak, megpróbáltam visszamenni a születésére. Hát ugye egy 10 évet átnéztem, hát nem emlékszem most már pontosan, talán 21 darab Varga Jánosnak született János nevű fia 10 év alatt. Hát ez így nem jó. Ugye ilyenkor lehet ezt csinálni egy ritkább névvel, vagy azon a településen ritkább névvel, de meg kell nézni, hogy ezek a Varga János fia Jánosból hányan haltak meg. Na igen, de hát a mezőtúri anyakönyvekben abban az időben olyanokat írtak be, hogy Varga János fiacskája. Hogy hány éves volt? És volt olyan Varga János, akinek 3 János nevű fia is született, nyilván az első 2 biztos, hogy meghalt. Hát akkor én azt mondtam, jó, ennyi, kész, nem érdekes. Hát
én nem fogom ezt tudni megoldani, nekem erre ennyi időm nincs. Aztán nagyon piszkált a dolog, és elkezdtem nézni a lehetséges házasságokat. És a lehetséges házasságok, tehát melyik házasságból születhetett ez a Varga János. És hát ott is nagyon, 9 évet átnéztem, nem nagyon sikerült, míg egyszer csak rátaláltam, lehet, hogy ezt már egyszer elmeséltem, de érdemes erre odafigyelni, mert esetleg módszerként érdemes megjegyezni. Egyszer csak látok olyan, 1816-ban özvegy Varga János elvette Mosolygó Gergely hátrahagyott özvegyét, Nagy Katalint azt hiszem. És az én őseim, amíg el nem törölték, azig M. Vargák voltak, és azt tudta mindenki a családban, hogy Mosolygó, de hogy honnan eredt ez a Mosolygó név, azt mindenki tudta, hogy nem azért, mert szeretett, jókedvű ember volt. Tehát ezt mindenki tudta, hogy ez nem ilyen ragadvány név. És voltak mosolygó család, az volt Mezőtúron, azt én tudtam, de nem volt, na hát innen eredt. És ez 1816-tól megmaradt. Tulajdonképpen addig, amíg el nem törölték ezeket az úgynevezett előneveket, pedig ez csak egy megkülönböztető név volt, és nagyon hasznos is volt, és akkor ebből visszatudtam még következtetni, még 2 generációval visszább tudtam lépni. Úgyhogy érdemes az embernek szerencse is kell, de én mindig azt mondom, hogy a szerencséhez szorgalom is kell. Tehát annak van szerencséje, aki elég szorgalmas, nem nagyon adja föl. Most így fejből nem emlékszem, valamelyik kötetbe beírtam, 1947-ben törölték el. Tulajdonképpen a nemesi neveket akarták eltörölni, de ezzel úgy tűnik, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is. Szóval erre nem, aki a törvényt alkotta, én biztos vagyok benne, hogy nem gondolta ezt, hogy ezzel. Úgyhogy már például az én mamámnak a személyigazolmánya, vagy a 49-től van személyigazolmány, már csak sima Varga Eszter volt beírva, nem volt, hogy M. Na, nagyon szívesen. Na, és akkor... Akkor nyissuk ki jobban, és nagyítsuk ki ezt a anyakönyvi oldalt. Ugye itt van egyszer a dátum. Ez DL-vel van általában írva, fönt a fejlécbe, és akkor itt van a 27-én, született, akkor a fejlé, érdekes módon itt a magyarul van írva, ez egy református anyakönyv, de a fejléc az latinul van írva. Az, hogy milyen státusz, ide az volt beírva, hogy lakos, vagy az volt beírva, hogy szolga, ilyen beírások voltak, ugye a természetesen az apa neve van előre írva, nem az újszülötté. És akkor be van írva, hogy férfi vagy nő, a lány ellel, a János a neve, és a keresztszülő, itt nagyon érdekes, mert ez csak Katona János van, tehát úgy tűnik, hogy csak a férfit írták be, de itt sorozatban. Nagyon érdekes, mert az indexelők, ugye, az indexelő az nem, legtöbbször nem ismeri azt a nyelvet. Ahogy. Most képzeljétek el, hogy ezt olvasni egy indexelőnek, szóval nem egy könnyű dolog, és van olyan, hogy egy törvénytelen születésnél be van írva, hogy Balog Jánosné. Pont ezen az oldalon, csak a másik részén, Balog Jánosné, ott beírták apanévnek a Balog Jánosnét, mert nem tudták azt, hogy Jánosné az nálunk azt jelenti, hogy nő az illető, és ez egy törvénytelen születés. Ekkor ebbe az anyakönyvben még nem jelezték a törvénytelen születést. Ugye azt mondtam, hogy a fiú vagy lány. Na, és itt van, hogy az apanév van csak beírva, anyanév nincs. Na, nézzünk egy másikat. Most írjuk be azt, hogy abony. Hát erre nem igazán
adott jó találatokat. Ugye Abony az, mondtam, a régi vármegye rendszer szerint Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegyéhez tartozott, és Nagyabonynak hívták, de ad nekem egy ilyen kis, hogy hol kereshetem. Úgyhogy ad azért segítséget. Hogy... És akkor nyissuk ezt az Abonyt is. Ugye, mondom, tekintve, hogy. Itt a, ugye egyházi anyakönyvek vannak csak. Ugye református, római katolikus, egy borzasztó érdekes dolgot találtam, hogy egy katonai anyakönyvet, na nyissuk meg ezt a katonai anyakönyvet. Ez jelentette, ez nincsen indexelve, ez a katonai anyakönyv. Hát ebbe egy kicsit úgy bele ugye kinyit, ez az egész filmtekercs, itt van jobb oldalt egy görgő, tehát ez még itt lefelé is tart jócskán. Hát először is én azt mondom mindenkinek, hogy amikor kinyit így egy teljes filmtekercset, érdemes tájékozódni először is. Ugye rákattintani, arra a filmkockára, amiből információkat kapunk, hogy azon a film tekercs részen mi van. Ugye osztrák állami anyakönyv, mindenféle számok, ami minket különösen nem érdekel, katonai levéltár Bécs, katonai anyakönyv, és a meghaltak nevei vannak, 1809 és 1810 között. Hát ahogy én ebbe egy kicsit belementem, kiderült, hogy itt volt egy kórház, és ott úgy tűnik, tehát Abonyban volt egy ilyen katonai kórház, és ott elég sokan meghaltak. Meglepően sok ember van itt. Nézzük meg a halottakat. Egy bizonyos időszakban. Ugye itt is jelentkezik, hogy itt ez nincs indexelve, tehát csak a film, a fényképezőgép embléma van itt. Megint csak kinyitottam, ugye az első, tehát fehér lapon fekete beírás van, nézzük meg, hogy tájékozódjunk, hogy ez micsoda. Ugye református, Mezőtúr, ja ez már azt hiszem nem, ez már nem, bocsánat, ez már nem a katonai, hanem visszamentünk Mezőtúrra, halotti, hát néhány szót meg lehet nézni akár szótárba is, meg a Google-nak is van ilyen fordító része, ha valaki nem tud ennyit németül, előbb-utóbb az ember meg nagyon hamar megtanulja. Az időszak 1865-től 1873-ig egy ilyenből nagyon érdemes végigmenni a filmen, és megnézni a végén egy hasonló beiratos van, hogy meddig tart az a film részlet, amit annak idején fölvettek. Tehát találunk egy olyat, hogy vége, és ott ugyanúgy be lesz írva, hogy halotti, és milyen időszak. És utána következik még ezen a filmtekercsen egy másik, akár például a halottinak a folytatása lehet. Na, kinyitunk egy oldalt. Na most én kerek. Lapozgatni kell itt, mert ugye ez, mondtam, nincs indexelve, tehát itt lapozgatni kell. Hát a legnehezebb a halott, annak a dátumát megkeresni, hogy az hozzátartozónk mikor halt meg, ha nincs hozzá támpontunk. Hát milyen támpontok lehetnek? Lehet az, hogy mikor született az utolsó gyerek, mert nyilván, ha oda nincs beírva, hogy néhai, vagy poszthumusz a gyerek, mert van olyan, amikor előbb meghal a papa, mint ahogy napvilágra kerülne a gyerek, akkor még élt. Vagy pedig elkezdjük nézni, hogy a gyerekek házasságánál, hogy be van írva, ott is van, hogy néhai, akkor meghalt. Tehát egy kicsit így lehet közelíteni, mert bizony egy ilyen nagy településnél, mint Mezőtúron, bizony lehet lapozgatni elég szépen a
különösen a halott. Tehát a halott, de a születét is itt, hogy nincs indexelve, akkor nagyon szépen sokáig lehet lapozgatni, esetleg feleslegesen. Én egyszer kaptam egy kérést, hogy XY-nak nézek már utána, megadták, hogy mikor volt az esküvője, 1860-as évek vége, vagy 70-es évek eleje, már nem emlékszem pontosan, és hogy mikor halt meg az illető, ennyit tudtam. Hát én kerestem napokon, estéken keresztül, egészen 1902-ig átnéztem az anyakönyvet, nem találtam meg a halálát. Hát mondom, már akkor olyan öreg volt, már nem igaz, hogy akkor ezek szerint nem mezőtúron halt meg, hanem valahol máshol, mert ez meg a másik, hogy ha nem tudjuk, hogy hol halt meg, akkor szinte reménytelen. Na, hát megírtam az illetőnek, hogy sajnálom, találtam az ő családjához egy csomó mindent, de ennek az embernek a halottiát nem. Hát visszaírta az illető, köszönöm szépen, de egy 1903-as nemzetőrök fényképén még rajta van. Na hát erről ennyit. Hát ha ezt írja, akkor nem kezdem el a 60-as évek végétől. Mondom, nagyon-nagyon sokat. Na hát ennyi. Ennyi. De megköszöntem, mert mondom, találtam neki sok mindent, ami biztos, hogy az ő családjához tartozott. Tehát, ahogy mondtam, megkeressük a film végén, és elején és végén lévő infokat, és azt szerint lapozunk. Na most itt az előzőnél, még érdemes talán visszamenni. Ja, nem néztem meg, mindegy. Tehát azt mondja, hogy itt, hogyha azt gondolom, hogy az halál, tehát úgy beazonosítottam, hogy például 1868 és 70 közé esik, akkor ugye megnéztem, hogy ez a filmtekercs, ez 1865-től 73-ig, azt az előbb néztük, tart. És ugye megláttam, hogy 273 filmkockát tartalmaz. Na most én azt gondolnám, hogy 68 és 70 között halhatott meg az illető. Ha esetleg ennél pontosabb dátumot tudok, akkor nagyon jó, ha esetleg az évet, de hát mondjuk ebbe az esetben ennyit tudok. Akkor megpróbálom kinyitni a közepén, mert hát vélhetően valahol a közepén lesz. Mondjuk, hát ugye 173-as három film kocka van ebbe a filmbe, akkor mondjuk a 140-esnél kinyitottam, 1869, most előrébb mentem 20 filmkockával, és megtaláltam az illetőt. Ha nagyobb az intervallum, tehát nem egy ilyen szűk, hogy néha három évet besacoltam, akkor én úgy szoktam, hogy a közepén, kinyitom a közepén, és onnan kezdek el, ilyen közelítéses módszerrel, százakat ugrani esetleg, mert be lehet abba a kis kockába írni is, hogy hányas filmkockát akarok megnézni, és akkor hát próbálkozom, mert az általában, mondom, ha valamennyit tudok, akkor a közepén esetleg megkezdem, és akkor megyek előre és hátra is folyamatosan. Hát, ha szerencsém van, akkor hamar megtalálom, ha nincs szerencsém, akkor... De jobb, mint hogy az elejétől végig lapozni az egészet. Ez, én úgy vettem észre, ez a bolygám. Na, ez... Most ugye ígértem egy bónuszt. Ezt Hatvani Csaba írta a Macse levelező listáján, hogy hogyan tölthető le 181 magyar nyelvű családkutatással kapcsolatos könyv. Ő ugye ide betette a linket, mindenki megkapja ezt a felvételt majd, úgyhogy ezt ne írjátok le, mert nem is tudjátok ezt így leírni. És nagyon, hát ő egy nagyon precíz, nagyon rendes ember, ő még a jó tanácsait is leírta hozzá. Én megnéztem, tényleg fantasztikus dolgok, Nagy Ivántól kezdve sok minden benne van. Hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és mindenkinek eredményes kutatást kívánok.